Tulajdonképpen a fél életem arra ment el, hogy azt mondogattam, hogy egészségügyi katasztrófa helyzetben van a nyugati világ, de ez idő alatt, amíg én mondogattam, ez egyre súlyosbodik, és hát tulajdonképpen nem látni a végét. Tehát lehet, hogy az lesz a dolog vége, hogy egy kis túlélő csoport marad, az egészségtudatos emberek, és hát a többiek pedig gyógyszerekkel, meg egyéb orvostechnikai eszközökkel lesznek életben tartva. Ami érdekes, itt ez a kis picike, hogy 1880-ban, tehát ezt így azért nagyjából föl lehetett becsülni, kb. A népesség 1,5%-a volt elhízott, aztán 910-ben ez fölment 5%-ra, és aztán utána már nem volt érdemes követni évtizedenként, de hát nagyjából évtizedenként 5%-kal nőtt az elhízottak. Ugye az elhízott és a túlsúlyos az nem is ugyanaz. A túlsúlyos az viszonylag egyenletes volt. Hát nyilván a 19. században az a kategória szintén nagyon alacsonyan volt. Ezen el lehet gondolkodni, hát én már el is gondolkodtam, meg is írtam ezt a paleolit táplálkozásban, hogy ugye ez a fajta gabona alapú étrend, ami ma dívik, ez gyakorlatilag nagyon háttérbe volt szorulva, és 1850-es angol munkások étrendjét elemezte egy tanulmány, és azt a meglepő kijelentést tették a szerzők, hogy az angol munkások 1850 évbeli vagy a körüli étrendje az a ma divatos paleolit étrendhez hasonlít. Tehát a két szerzőnek semmi köze nem volt a paleóhoz, nem akarták propagálni, csak ők is rácsodálkoztak arra, hogy rengeteg belsőséget ettek a munkások, sok zöldséget, gyümölcsöt, de hát itt van velem egykorú, vagy hozzám korban közel álló ember is a közönségben, és ő még emlékezhet arra, hogy az én gyerekkoromban voltak ilyen zöldségesek, oda bementek az anyukák, kértek egy kiló zöldbabot, vagy karfiolt, vagy ezt, azt, tamaszt, és hazamentek, megfőzték a főzeléket. Nem volt még sütőolaj, hanem zsírral főztünk. És aztán valahogy, és az én osztályomban, én emlékszem, az általános iskolában egy darab kövérlány volt, most elnézést, hogy ilyen politikailag nem korrektül neveztem meg az illetőt, de hát valószínűleg nem is él már, úgyhogy nem is tudna megsértődni. És hát a mai gyerekeknek meg 20-30%-a túlsúlyos vagy elhízott. Tehát itt valami olyan őrületes változás történt pár évtized alatt, aminek a végét megint csak nem látjuk, mert gyakorlatilag az élelmiszeripar kézben tartja a világ táplálását, és a fejlesztő kutató laboratóriumokban mindenféle gyakorlatilag tápanyag nélküli, de nagyon hízlaló élelmiszereket gyártanak, ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek. Ugye bemegy valaki ma egy élelmiszerboltba, akkor garantáltan 50-60% az árunak, ami a polcon van, az ultrafeldolgozott élelmiszer, ami azt jelenti, hogy borzasztó ízletes, nagyon rá lehet kattanni, tehát addiktív, gondoljunk egy chipsre. Hát külön chipspolcok vannak most már a élelmiszerboltokban, akkor a rákcsák, akkor a csokik, az alkoholok, és akkor hát van egy kis húsáru, de azt már csak úgy maradványként árulják még. Ami nagyon érdekes ebben az ábrában, hogy 1978 körül adta ki az amerikai kormányzat, hogy hogyan kéne egészségesen táplálkozni. És látjuk a következményét.
hízásnak indult Amerika, meg az egész nyugati világ, mert hát most a magyar dietetikus ugye ájtatosan emeli a tekintetét az amerikai eredményekre, és ha ott azt mondják, hogy a zsír az bűnös, akkor ő is azt mondja, hogy igen, akkor az étolajat kell preferálni, azzal süssünk, azzal főzünk, mindenbe azt tegyük, és közben tudjuk, hogy a omega-6 zsírsav az súlyos gyulladáskeltő, tumornövekedés, serkentő, stb. Vérökképződést elősegíti. Most nem akarok itt leragadni. Olyan étrendet ajánlanak a mai napig az emberek, vagy ha megnézzük az orvoslást, hogy bemegy a cukorbeteg, hogy akkor doktor úr, mit kéne ennem? Hát nézze, ehhez az inzulinhoz magának meg kell enni 4 zsömlét naponta. Ha megnézik a diabéteszesek, Magyar Diabétesz Társaság honlapját, ott egy brossúrában, most az, hogy 2 fagylaltozó idős ember ül az egyik képen, az még hagyján. Nincsen aláíró, hogy biztosan cukormentes fagylaltot esznek. Nem, hát az belefér, hiszen ha kapnak inzulint, akkor egy picivel többet adnak, és akkor nyugodtan lehet fagylaltozni. Fél kiló, kiszámoltam, hogy leírják, hogy mennyi szénhidrátot kell fogyasztani, az megfelel napi fél kiló kenyérnek. Hát most nem tudom, hogy vannak ezzel, de én mondjuk már régen nem eszek kenyeret, de régen se tudtam volna, fél kiló, hát ez egy nagy kenyérnek a fele. És akkor ugye nem üresen eszünk a kenyeret, meg nem csak kenyeret eszünk, úgyhogy ezek az étrendi ajánlások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népesség is rendkívül mértékben elhízott, vagy túlsúlyos. Ugye ez a grafikon, ez is önmagáért beszél, idézhetnék más országokból is, mindegyikben azt látjuk, hogy a 30-as, 40-es években még alig volt cukorbeteg. Ha megnézzük mondjuk a 1800-as években a nagy kórházak statisztikáit, akkor ott több tízezer éves betegforgalomban volt 1-2 cukorbeteg. Tehát tulajdonképpen ezek szinte ismeretlen betegség volt. A nyugati orvoslásnak az a nagy trükkje, hogy mindig azzal jön, hogy már az ókoriak is leírták. Igen, csak hogy nyilván az ókori orvosok találkoztak egy cukorbeteggel, és jó szemük volt, leírták, és jó, hát meg a rómaiak mondjuk tudtak enni, tehát el tudom képzelni, hogy ott lehet, hogy egy kicsivel több volt a cukorbeteg, de gyakorlatilag az, hogy akkor is volt rák, meg akkor is volt cukorbetegség, meg lehet, hogy szívbetegség is volt, az nem jelenti azt, hogy olyan arányban volt, mint amilyen manapság. Majd mindjárt mutatok erről egy jó kis grafikon. Ez 2015-ös, már 2018 körül megjelent egy magyar dolgozat, amiben 12,5%-ra becsülték a cukorbetegeket, és akkor mindig adjuk hozzá, hogy kb. Még 6-8% prediabéteszes is van, és akkor még nem tettük hozzá azt, hogy kinek már elég magas a vércukorszintje, de még nem kap semmilyen címkét. Ugye a szívbetegség az együtt nőtt az elhízással a 20. század során. Egy nagy katasztrófa következett be 1950-es, 60-as évek között, mert hirtelen elkezdtek hullani, különösen a férfiak. Ugye ismert Eisenhower elnök is a második infarktusában halt meg, és hirtelen egy nagy talánnyal találták szembe magukat a kutatók, hogy hát mi a csuda történt. Hát látszólag semmi nem változott, mert ugye Napóleont is úgy mérgezték arzénnal, hogy mindig csak egy picit tettek a borba, és ezért sok éven át kezdett el hatni az a kis méreg. A mi élelmiszer kínálatunk is úgy változik, hogyha mondjuk még emlékszem, hogy tegnap mit kaptam a boltba, hát ma ahhoz képest semmi nem változott. Esetleg megjelenik egy új termék, akkor ha az nagyon finom, akkor az gyorsan elfogy, akkor az bevezetik. De gyakorlatilag csak évtizedekben lehet mérni az igazi változást. Az emberi emlékezet meg hát olyan, amilyen,
Ugye, ahogy mondtam, én emlékszem, hogy mit tettünk gyerekkorunkban, már ha volt mit, mert mondjuk nálam pont ez nem volt annyira jellemző, hogy dúskáltunk, de lehet, hogy ettől élesebb is az emlékezetem. És ekkor jött divatba, vagy született az a magyarázat, hogy nyilván a vérben keringő koleszterin a probléma, amit már akkor tévesen úgy képzeltek, hogy az elfogyasztott zsír, meg elfogyasztott koleszterin növeli meg. Az elmélet egyre finomodott annyira, hogy már gyakorlatilag aláásta önmagát, de ez nem zavar senkit, az orvoslás a mai napig ezt egy élő, létező, valid teóriának tartja, és ennek alapján kezeli az embereket. Ez tulajdonképpen hozzájárul a szívbetegség fennmaradásához. Most egyébként van nekem egy hírlevelem, ez csak egy illusztrációja megint annak, hogy a rák hogyan lett egyre gyakoribb a 20. és 21. század során. Ugye a rák az egy anyagcserebetegség, az onkológia meg abban tapicskol a mai napig, hogy ez egy genetikai probléma, és itt a gének mutálódnak, és ebből lesz a rák. Ugye nem látják a fától az erdőt, és ez rengeteg ember halálát okozza, és mostanában az onkológia azzal dicsekszik, hogy 96-tól 30 napjainkig 30%-kal csökkent a rákos halálozás. Ez speciál engem annyira feldühített, hogy gondoltam, hogy utána nézek, hogy tényleg csökkent-e. Tudják, miért csökkent? Azért csökkent, mert a kezelési ártalmakba előbb halnak meg a betegek. Mi kerül a halotti bizonyítványba? Például az, hogy meghalt szívbetegségben. Az endometriális rákban szenvedő nőknek a nagy többsége szívhalált hal. Tehát nem azt írják bele a halotti bizonyítványba, hogy endometriális rákja volt, és ezért a kezelés hatására szívbeteg lett, hanem a halottként megállapítja, hogy hát ez bizony szívbetegségben halt meg, és így lehetne sorolni, fönt van a cikk a websájton, el lehet olvasni. Gyakorlatilag arra lehet gyanakodni, hogyha így mindent figyelembe veszünk, hogy hányféle halált okoz maga a kezelés, hogy nemhogy csökkent a rákhalálozás, hanem valójában nőtt. Csak elfedi a kezelések okozta egyéb halálok. Hát a statisztikákról meg már nem is beszélve, hogy félrekódolnak. Hát has és zsír olyan anyagokat termel, ami növeli a inzulin rezisztenciát. Ugye most, amit én itt pötyögtetek, az tulajdonképpen a metabolikus szindrómának a listába foglalt tünetei, vagy összetevői. Most ez egy kicsit megtévesztő, mert valójában ez a kettő, a magas vércukorszint és a magas inzulinszint az, ami az összes többit okozza. És hát ez az, ami dinamikusan alakul ki, tehát még egy karcsú ember, még semmi baja, de elkezdi tömni a kenyeret, meg a cukros dolgokat, fölmegy a inzulin szintje, fölmegy a vércukor szintje, kialakul egy jó kis inzulin rezisztencia, de még kutya baja. És 10-20 évig még semmi nem látszik rajta. Itt megjegyezném, ez egy viszonylag új kategória, ez a metabolikusan elhízott, de sovány alkatú ember. Van is egy barátunk, már kétszer infarktusa volt, de ilyen pálcika vékony. És akkor így viccesen néha mondom neki, hogy nem kéne túlhós táskát tenni, és akkor ilyen nagyon jó humora van, és mondja, persze, persze, és közben tömi be tovább. Tehát nagyon sok emberben az az illúzió, hogy hát ő neki a súlyával semmi baj nincsen, tehát akkor ő mentes lesz az ilyen civilizációs betegségektől, amiket az elhízáshoz kötünk. Tehát ezért nem is jó feltétlen mindig az elhízást hangsúlyozni, hanem tulajdonképpen a vércukorszintet, az inzulin rezisztenciát és az inzulin szintet kéne. Erre kéne tenni a hangsúlyt. Most felejtsük el, hogy itt paleo étrend van, nevezzük lókarnak, mert az kevésbé hergeli a közönséget.
bár lehet, hogy itt senkit nem zavarna, mert akkor azt hiszik, hogy én akarom fokozni akarom a könyveim eladási statisztikáit, nem. Tehát itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a paleó az a modellje a lókarnak, és egyben arra mutat rá, mert az evolúció az orvoslás számára nem létezik. Azt mindig úgy szokták kezelni, hogy hát igen, tanultunk valamit a gimnáziumban, hogy volt az evolúció, de hát most már itt van a kialakult ember, most már nincsen evolúció. Hát csalódást kell okozzak, mert tulajdonképpen az is egy természetes szelekció, hogy egyik ember azt mondja, hogy na azért megnézem, hogy mit teszek, a másik meg, ó, hát amit árulnak, az nyilván egészséges, hát az élelmiszer hatóságok betiltanák, hogyha ezek veszélyesek lennének. Tény, olyat nem árulnak, amit megeszünk és már az utcán összeesünk, hanem csak olyat árulnak, ami 20-30 év múlva okozza a halálunkat. Na most a paleo étrend az egy evolúciós étrend, találóbb lenne így nevezni, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy ahol az ember meg tudta vetni a lábát, az azért volt lehetséges, mert a környezetében tudott találni olyan élelmi anyagokat, amik nem azonnal végeztek vele, sőt hosszú távon sem okozták a halálát, mert tudjuk, hogy az evolúció az minden nyanszi különbségre szelektál, tehát nem elég az, hogy másnap nem öl meg, hogyha nagyobb kort élek meg, akkor több lesz a unokám, és akkor az én génjeim jobban fognak terjedni. Tehát ez egy a szelekció nagyon, nagyon pontosan működik, ezért amit a természeti emberek esznek, vagy ahogy táplálkoznak, az modellje kéne legyen a mi táplálkozásunknak. Ez most egy ilyen energetikai összehasonlítás. Ugye most valaki megeszik egy csomó karfiolt, vagy nem tudom, ilyen különböző zöldségeket, azzal nagyon gyorsan megtelik a hasa, de abban nagyon kevés az energia. Ha ugyanezt megtesszük cukorral, meg kenyérrel, meg péksüteményekkel, meg egyebekkel, amiket a mai ember fogyaszt, akkor szintén megtöltjük a gyomrunkat, de ez nagy energiatartalmú, ez a nyugati étrend. Ezért annyira hízlaló. Tehát ugye most, ha belegondolunk abban megint az evolúcióba, hogy miért akkora a gyomrunk, amekkora jó, szorgalmas munkával lehet tágítani, tehát most már azért van gyomorszűkítő műtét, mert hogy egyesek ebben nagyon jól teljesítettek. De gyakorlatilag, ha nem akarjuk direkt tágítani, akkor annyi, amekkor az evolúció során kialakult, és akkor az meghatároz, hogy mennyi fér belénk. Na most, hogyha kis energiájú táplálékkal töltjük meg, akkor egálba vagyunk, mert nagyjából kialakult, hogy ennyit fogunk elhasználni különböző élettani funkciókra, meg mozgásra, és akkor tulajdonképpen nem fogunk elhízni. Ez fejre állt a nyugati étrenddel. Ez a kedvenc képen már nem találni meg a Google-on, de én még egyszer lementettem. Ezek a hadzák, akik Tanganyika környékén élnek, Tanganyika tó környékén. Csupa karcsú ember, ezeken nem lehetne nagyon összecsippenteni semmit a bőrön kívül. És nem azért, mert állandóan fogyókúráznak, hanem egyszerűen azt teszik, amit a környezetükben találnak. És még érdekesebb, tudnánk olyan képeket is bemutatni, hogy így nyomják be a lépesmézet. Mert amikor az egy időszak, amikor a méz hozzáférhető, nagy kincsnek tekintik. A hadzák közt nagyon gyakori az a halál, nem? Hogy fölmásznak azt hiszem mangófára, van az a nagyon vastag törzsű fa, vagy mindegy is, az a nagyon vastag törzsű fáról beszélek, azon mézelnek a vadméhek, és akkor ők fölmásznak, és ott füstölik, és kihajtják a méheket, és leverik a lépes mézet. És hát időnként ők is leesnek, és akkor szörnyet halnak, de nem hagynak föl ezzel a tevékenységgel, mert annyira szeretik a mézet. Most az is igaz, hogy ők megeszik a viasztól kezdve a lárvákon keresztül mindent, ami azzal jár, tehát ők nem kipergetett mézet esznek. Még régen azzal vicceltem, hogyha egy hadza betévedne egy magyar élelmiszerboltba, az fölvásárolna az összes mézet, és szörnyet halna, mert mind megenné. Tehát még a természet itt is szabályozza, hogy azért ők nem tudnak tiszta mézhez jutni, de majd mindjárt ez
értelmét nyeri, hogy és akkor miért nem dagadtak, ha tömik. Van, hogy egy kiló mézet megesznek ilyen mézelő időszakban, naponta egy kiló mézet megesznek. Hát ettől... Ez most egy figyelmeztetés? Vagy ez... Jó, akkor... Jó, akkor sietek. Itt látjuk a nyugati elhízott embert, és látunk egy indonéz embert, mind a ketten 59 évesek. Ugye miért hízik a nyugati ember? Finomító szénhidrátok miatt. Ha a lókarbal, tehát veszünk egy elhízott csoportot, ketté osztjuk, az egyik fele lókarbon fog táplálkozni, a másik eszi a nyugati értendet, amiben lecsökkentik a zsírt, mert hogy a zsír ugye a veszélyes. Na most azért tudni kell a két csoportról, hogy a lókarbosoknak azt mondják, hogy annyit ehetnek, amennyit akarnak. A másik csoportnak kiporciózzák, hogy mennyit ehetnek. Tehát ők tulajdonképpen egyfajta fogyókúrán vannak, ezzel együtt a végére az alsó görbe a lókarbosok. Tehát óriási különbség lesz testsúlyban az a néhány hét alatt, amíg követik ezt az étrendet. Az új felismerés tulajdonképpen, hát igazából régi is lehetne, hiszen a kronobiológia már nagyon régóta fölismerte, hogy az agyi neurotranszmitter szintek, a különböző endokrin működések, vérnyomás, fájdalomküszöb, minden, ezek mind napi ciklicitást mutatnak, tehát fogorvoshoz délután kell menni, mert akkor alacsonyabb vagy magasabb a fájdalomküszöb, stb. Ami azt is jelenti, hogy tulajdonképpen az elhízást nevezhetjük egy kronobiológiai betegségnek. Miért? Ha megnézzük ezt az ábrát, segítek megfejteni, itt vannak pöttyös vonal, meg háromszögös vonal, meg kockás vonal. Az a lényeg, hogy a legnagyobb inzulin érzékenység az a reggeli órákban jellemzi az embert, és a nap során folyamatosan romlik az inzulin érzékenységünk, vagy nő az inzulin rezisztencia, más szóval. Ebből az következik, hogy ha már valaki mindenáron ragaszkodik a szénhidrátokhoz, akkor reggel egye meg, és ahogy közeledik az este felé, egyre inkább fehérjét és zsírt tegyen. Na most mit csinál a nyugati ember? Esetleg átlépi a reggelit, mondaná, hogy akkor azzal is egy kicsit fogyok. Na hát vizsgálatok igazolják, hogy aki kihagyja a reggelit, annak 21%-kal nő meg 10 év alatt a cukorbetegség kockázata. Azért, mert az illető az egy napra jutó ennivalót meg fogja enni egész nap, csak egy sokkal rosszabb, egy inzulin rezisztensebb állapotban. És hát ugye és itt jön be a hadzáknak a mézevése. Ők, amikor sötét van, akkor lefekszenek aludni. Mi fölkapcsoljuk a lámpát, és aztán jó késő este még falatozgatunk, egy vacsora utáni vacsorát megeszünk, és akkor már nagyon-nagyon rossz az inzulin érzékenységünk, és az mind elkezd raktározódni. Csináltak olyan vizsgálatot, hogy ugyanazt az étrendet eljátszották, mint hogyha valaki egy csoport éjszakai műszakos lenne, vagy csak ők fordítva táplálkoztak. Azt látjuk, hogy a vércukorválasz az reggel sokkal kisebb, és ha valaki átáll egy időablakos étrendre, amikor az azt jelenti, hogy mondjuk reggel 8-kor megreggelizik, és utoljára 8 óra múlva eszik, vagy 6 óra múlva, minél szigorúbbak vagyunk, annál jobb, az azt jelenti, hogy a többi időt koplalással tölti délutántól másnap reggelig. Ez idő alatt tulajdonképpen zsírégetésre áll át, elkezd lefogyni, rendeződik a vércukorszintje, az inzulin rezisztenciája, és itt ezt látjuk, hogy 7 napig követték ezt az étrendet, és a lyukas pöttyösöknek jelentősen csökkent az inzulin szintje és a vércukor válasza. Ugyanannyit ettek, csak másnapi elosztásban. Tehát az a lényeg, hogy reggel jól lehet lakni, de ez régi közmondás. Együnk, mint király,
ebédeljünk, vagy reggelizünk, mint király, ebédeljünk, mint polgár, és vacsorázunk, mint koldus. Hát ez beigazolódott annyival, hogy ne vacsorázzunk, hanem inkább legyen az egy késő délutáni étkezés. Hát köszönöm szépen, én is.